Tó! Ez se adott semmit. Nem baj, majd ez. Vagy ez. Á, végre, végre, végre! Adj valamit! Dobjál húst! Húst! Így van. Na jó, most, hogy kiörültettem magamat, azt hiszem folytathatom utam. Á, jó, tetszik ez a... Ó, várjunk csak, tetszik ez a pálya, akartam mondani, és... ez mi ez? Na, ez valami úgy néz ki, mintha van benne chest. Én szerintem ez az egyik monument. Ennek a pályának a monumentje. Igen. Igen. Aha, 15 hasonló monument. Szuper, megvan az első. És vigyázzak a gravelekre, mert hogy lehullanak. Még szép, hogy lehullanak, igen, azt tudjuk. Jó. Oké. Okay. Jó. Akkor azt hiszem, hogy meg fogom most itt hirtelen ezt a monumentet nézni. Nem tudom, milyen gravelekről beszélt. Na lássuk. Jeppiú! Itt a gyapjú! Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Az első pálya teljesítve. Mert pontosabban... Ó, itt a gravel. Teljesítve akkor majd, ha visszavittem. Mindjárt lemegyen a... vigyázzak rájuk. Mert ha szá... Az igen. Az igen. Ez nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Ez brutál jó. Két creeper. Nem is kettő, három. Az szép. Jó, akkor azt hiszem, hogy itt ilyen kis vadászatba fogok kezdeni. Nem igaz, három kell. Mindegy, nem mintha nem lenne. Elég nyilvesszőm, de azért, hogy három kelljen. Egy creeperbe. Normál nehézségi fokozaton. Fuss, creeper, fuss! Ez az. Na mindegy, nem szórakozok vele. Hát most nincs csinálják, lemenjek. Mindjárt lemegyek én is, meg a nap is. De végül is biztos, hogy okkal van. Oh, vannak itt. Ez a sok gomba is azért jól jön. Jaj, jaj, jaj. Nagyszerű. Pókica nem támadott volna, de ettől függetlenül lenyomom. Jó. Hopp. Micsoda headshotot adtam neki. Jó, azért bőven van mit csinálni, tehát azt látom, hogy itt elég szépen ki fogom itt bányászni, én látom a szeneket. Ó, vas. Ja, hát akkor viszont ezt a vasat pláne, hogy ki fogom bányászni, mert hogy... Ó, egy chest, király. Mi van benne? Süti! Húsfonál, alvilági bibircsók, fúj. És ilyeneket fogdozok, el sem hiszem. Na jó, hát azt hiszem, hogy itt ezt a sok szenet, meg minden ilyesmi ki kéne bányásznom mindenféleképpen. Csináljunk egy crafting table-t. Egész rászoktam már a crafting table-re a workbench helyett. És mivel egy deka, úgy látom, egyetlen egy deka csákányom sincsen, ezért fogok csinálni. Meg kövem sincsen, miért is lenne. Jó, mindegy, kezdjük akkor így. Kéne pár kő minden esetre. És kicsit komolyabb szerszámokkal fogok neki látni a bányászathoz. Mert hogy, bár úgy látszik, itt maradok szerintem éjszakára. Mindegy, azért gyorsan szeretnék haladni, nem szeretném az egész éjszakát itt tölteni. Jó, akkor most készítünk egy komolyabb szerszámot. Jó, ez oké, viszont a kőnek nem nagyon lesz akkor, vagy a szénnek, még a szénnek lesz hely. Ezt kirakom, az ásót, de miért oda akarom rakni, nem tudom. Jó, akkor berelakjuk a chestbe, nagyszerű gyapjú nálam, azt véletlenül se rakom le. Sülcsirke. Jó, mindegy. Azt hiszem, hogy fákja. Igen, fákja kell még.
Jó. Mondjuk ennyi fákja, azt hiszem. Azt hiszem elég is lesz, csak előtte. Illetve, jaj, bocs, fordítva. Jó, oké, bénázok. Nem tudom, kicsit azon parázok, hogy itt mindjárt leugranak majd a pókok, meg a skeletonok, meg az összes olyan közkedveltnek nem mondható mob, amely kioltásra alkalmas, élet kioltására alkalmas eszközökkel rendelkezik irányomban. Oh! Na, bocs, srácok, de értelmező kézi szótárat reggeliztem. Azért vagyok ennyire intellektuális, semmi különösebb okom nincsen rá. Jó, a vas, az viszont én úgy gondolom, hogy azért van itt túl azon, hogy egy vas sisakot készítsek magamnak, mert hogy így a Star Trek-es bőr ruci valahogy nem a legjobb, hogy csinálok belőle egy vasblokkot, ha lesz elég, de hát úgy látom, hogy lesz elég, bőven meg lesz, és ezt a vasblokkot is el fogom helyezni annál a kis depónál, ahova végül is vissza kell vinni a vult, mert hogy annak is ott kell lennie helynek. Úgy tudom, hogy egy gyémánt, és arany blokkokat kell elhelyezni. Reményeim szerint a gyémántot azt nem bányászni kell a föld alatt. Maximum ilyen módon gondolom, hanem azt is valahol majd lehet találni. De én úgy gondolom, hogy szépen ezeket a gombákat is elviszem. Mostanában annyi mindenre gondolok, úgyhogy kigondolom innen ezeket a szén blokkokat is, mi hamarabb, hogy legyen belőle bőségesen. Okay. Na jó, itt valami pók hangot hallok, azt hiszem, hogy értemes lesz majd itt figyelni. Nem tudom, hogy mennyire fognak itt lennek támadni, lehet, hogy nem vesznek egyébként. Áááá! Ja, igen, valószínűleg nem vesznek észre. Áááá! Fú, de utálom ezeket. Áááá! Ez nagyon lesből támadt. Ez nagyon durva volt. Ez erre most tényleg kicsit ráparáztam. Nem azért, mintha többi ellenséges mob nem lenne ijesztő, vagy kevésbé ijesztőek lennének, de... még te is ugorj a fejemre. Igen, mindenféleképpen ide gyertek le, özönjétek, nem tudom, hogy lehet az elözönlést felszólító módba mondani. Özöljétek el ezt az egész kis katlant itt, ahol vagyok. De előtte inkább kibányászok megint egy kis szént. A nagy ijegységre mindig szenet bányászok. Lehet, hogy annak idején a Stahanov videómat is azért készítettem el, mert meg voltam valamitől ijedve. Jaj, tényleg, de jó, hogy eszembe jut ez a videó. A Stahanov videóra gondolok. Pontosabban nem a Stahanov videóra, hanem az összes többire, például ha elindul a vonat, ezek a Minecraftos videókra, hogy akik esetleg még nem látták azokat a videóimat, vagy most iratkoznak majd mindjárt föl ezután a videó után a csatornámra, és nézik meg az összes többi Minecraft videómat, annak elmondanám, aki esetleg még friss Minecraftos, hogy azok a videók még erősen a bétába készültek, ahol volt a Minecraftnak egy olyan bugja, amivel ezeket a vasúti rendszereket meg lehetett oldani. De azok már nem működnek, hanem helyettük van ez a szuper kis sín, amivel gyakorlatilag redstone segítségével ki lehet, illetve meg lehet gyorsítani a minecartokat, aminek nagy előnye, hogy nem kell vele szórakozni, nagy hátránya, hogy viszont az élvezetét vette pont el a minecartozásnak. Na jó, azt hiszem, hogy innen kihúzok, de nagyon gyorsan. Oh! Egy pók, nem baj, lefutom, simán lefutom. Igen! Vagy nem futom, mert simán? Várjál, lehet, hogy nem,
Ah! Na jó, azt hiszem, hogy fel kell vennem a harcot vele. Vagy inkább nem, mégse, jó. Azért ez itt tök jó, hogy itt a fiatalok a parkban ilyenkor éjszakánként kint vannak. Jó, jó kis város tényleg. Na, akkor azt hiszem, hogy itt az ideje végigaludni az éjszakát. Igen. Jó, mázli. Na, figyelj, én nem tudom, szerintem baromi profin nyomom, nem? Hogy még egyetlen egyszer sem pusztult el a Minecraft emberem, ez kifejezetten idilli, és komolyan mondom, eléggé szokatlan is. Pláne a dusi féle videókban körülbelül, de hát Siriusszal is, például a kalandozások a paradicsomban, az igen nagy kedvenc. Miért nem pihenhetek? Mi az, hogy szörnyek vannak a közelben? Kit érdekel? Egy házba vagyok, ember! Könyörgöm! Na jó, szóval a kalandozások a paradicsomban is tényleg Suicidecraftnak lehetne elnevezni, annyiszor lettünk ott öngyilkosok. Lánc sisak. Hülyén nézek ki majd benne, de viszont annál hatásosabb lesz. Fa, jöhet. Több nem kell. Ezt is becraftolom, és csinálok szépen belőle fákját. Úgy. Oké. Nagyszerű. Ide is küldök, és... Miért nem? Ez mi? Ez mindig benne volt a Minecraftba? Nem lehet lefeküdni, aludni, a közelben van egy mob. És ha én beásom magam akárhova, akkor nem aludhatok, csak akkor, hogyha megengedi. Ja, és itt is túl közel vannak. Nem értem. Komolyan nem értem. Ja, és magyarra vettem a Minecraftnak a hangját. Vagy nem a hangját, azt nem lehet magyarra venni. A feliratokat. Na, tévézek egyet addig. Mi megy? Azt mondom, barátok közt. Ja nem. Megnézem a kalandozások a paradicsomba következő epizódját. Jippiú! Hát mondjuk, ja. Mondjuk megnéztem. Oké. Kiütöttem a tévét. Azt hiszem, hogy inkább hazamegyek. Nem gondolnám, hogy... Hú, ez a reflexmeister. Az igen. De nem tudta, hogy én jobb vagyok. Jól van, te is, gyere, ügyes vagy, jól van. Ne most! Ne most! Ne! Azt a... Igen, ezen túl hívjatok csak. Kaveri középső nevem Szerencsés. Na, jól van. Most, hogy ezt is túléltük, azt hiszem, hogy kajálok egy keveset. Tökéletes. Jó. Igazán elégedett vagyok. Komolyan egyszer sem halálozott el az emberkém. Csirke! És nem erre van a visszafelé. De az ott viszont egy micsoda. Na jó, oda megyek, megnézem. Szóval büszke vagyok tényleg magamra. Az első részt sikerült úgy felvennem, amiből, ahogy látom, elég hosszúra nyúlt, úgyhogy valószínűleg már kettő rész lesz. Vagy három. Nem tudom, hány perce vehetem fel. Ó, milyen kis... Mi ez itt? Open, close. Hopp, valami piszton működik. Ó, a kapu. Sorompó. Ó, fantasztikus. Mi mindenre gondolt a pályakészítő? Komolyan, egyszerűen elismerésem. Azt hiszem, hogy be fogok vezetni egy ilyen kis pontozó... Ezt miért nem tudom felvenni? Ja, mert nem sült csirke. Szóval be fogok vezetni egy kis pontozó skálát, ahol fogom az általunk játszott mappeket osztályozni 1-től 10-ig. Eddig... Pacific Breeze. Milyen kis csecsebusz megálló. Azt a csuda minden itt. Public Transport Station. Ó, de jó. Felső vasút. 7. Metro. Aha. Na igen, ezzel lehet majd a következő pályára menni. Mi ez? Castle Creek. Oda most nem megyünk, mert nem szeretném a gyapjumat otthagyni, hanem helyette inkább vissza. Igen, ez lesz. Visszamegyek szépen a lakásba, elhelyezem a kis dolgaimat, amiket találtam. Felszívom magam, és áthúzok a másik pályára. De majd még eldöntöm, hogy melyikbe. Szóval ezt a pályát akkor most jelen pillanatban
ez első pálya résszel. Hát hány esés értékeljen, mondjuk nézzük először a pálya tervezést és a dizájnt, hogy mennyire egységes. Az első pálya rész eddig nálam 9 pont, azért 9 pont, mert 10 nincs, csak amit én csinálok. nem, 10 azért nem 10, mert hogy itt az alapvető belső terek ismétlődtek többnyire, de azért 9, mert hogy viszont volt ez a jó kis zenélő padló, ami nekem irgalmatlan nagy kedvencem volt, ahol abból a nyilván Grammy-díjas rapszám is készült. Na mondjuk rapszámnak nem mondanám, valami, inkább valami kis poser, rasta, gangsta ságnak mondanám, ha van ilyen, de most kitaláltam, úgyhogy lesz. Jó, sülnek a cuccok. Hol is a chest? Azt hiszem, hogy anyu és apu szobájába valahol. Ah, megvan. Jó, én azt hiszem, hogy kipakolom a cuccokat, mivel hogy egy csomó minden nem kell. Aranyalma nem kell, köszi, nem magyar népmességben vagyunk, bőr nem kell. Minek? Star Trek-es arc vagyok, ezek balta nem kell, kapa kell, nem kell. Gomba sem, kösz, nincs ma parti, túlvilági vibrécsok, aztán végképp nem kell, ez kő maradhat, hát ha kell még valami a süti szén, igen. Fölveszem az én kis hétmérföldes csizmámat, nagyon jól nézek ki benne, komolyan, mintha fölvettem volna egy dupló készletet a lábamra. Bőrcsizmát letolom, fonál nem hiszem, hogy kell. Az íjjal annyit még nem lövöldöztem, hogy kelljen, meg valószínű ezzel az 57-tel nem is fogok. Ja, nem, tűrődni nem fogok most. Minek? Majd jövőre. És azt hiszem, hogy akkor... ja nem. Még sülnek a cuccok. Úgyhogy ezt megnézzük. Oké. Az Iron Blockot tényleg, ezt meg kell csinálnom szépen. El kell vinnem a helyére. Ez lesz a napi feladatom. Meg ugye a vult is át kell raknom. Jó. Jó, és azt hiszem, hogy akkor az első pályarészt azt így mindjárt szerintem be is fejezem. Ezt a két cuccot el fogom szépen vinni. Kellhet még valami esetleg? Sülcsirkét, ezt kivesszük, és jelen disznóhusit, igen, az óriási nagy disznóvágásból megmaradt alsó, felső, középső disznó részeket jól besütöm. Ja, hatalmas nagy hentes és mészáros vagyok egyébként, egyből hogy vágtam, hogy a disznónak ilyen részei vannak, hogy alsó, felső, középső, mint valami fejtorpotra. Jó, igazából tudom, hogy van tarja, meg tudom, hogy van fej, meg hogy hátszín, nem tudom, hogy van-e, lehet csak a marhának. Na mindegy, akkor ez az a mondás jut eszembe, hogyha gödörbe vagy nás. Oké, szépen a vult ide berakom, gyönyörű. Kell egy tábla, hogy hol találtam, ha esetleg ennyi azért nem kell, egy bőven elég, hogy később is tudjam, hogy hol volt, illetve honnan volt. Oké, és mit írjak rá, mondjuk első pályán? Nem város, jó, első városban a parkban találta, na, az nem fér ki, park mellett, jó, legyen így, park mellett találtam, nagyszerű. Első városban a park mellett találtam, ki van fákjázva, és tényleg az Iront is szépen fogom, betolom, nagyszerű, akkor azzal a táblával, amit nem hoztam ide, feliratozom. Jó! Go, 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 go! Hol is van? Itt van. Jó. Oké, tábla. És ezt pedig szintén a... Nem, azt inkább nem, hanem ez hülyeség. Mit is írjak ide? Jaj, olyan bizonytalan vagyok, vagy mégse? Jó, mindegy, beírjuk ezt. Fehér gyapjúval együtt találtam.
az első városban. Ennyi. Ennyi így van. Ez így bőven elég. Oké. Hát, srácok, remélem az első... Ez biztos, hogy nem az első rész, mert ez tuti nem 15 perc, annál többet meg nem akarok fölrakni. De az minden esetre tuti, hogy... hogy az első város részt, akkor azt az első pályarészt azt megcsináltam. Ajánlanám azért mindenkinek, hogy még ne kezdjétek el eszeveszetten letöltögetni a mappet, mert akkor nem lesz élvezetes annyira a következő pár videó, mivel hogy leszpoilerezném, illetve ti leszpoilereznétek saját magatoknak, ami ugye hülyeség. Tehát ha kibírod azt, hogy ne kérdezd meg egy foci meccs végét, akkor legyetek olyan aranyosak és jó fejek, és ne töltsétek le azt a mappet, amit egyébként nagyon könnyen meg fogtok találni, de én már csak azért sem fogom nektek egyelőre belinkelni, legalábbis a következő pályarészig tuti, mivel a következő pályarész már elterveztem, hogy brutál jó lesz, gondolom én, aztán majd meglátjuk, mert lehet, hogy nem. Hú, ez nagyon értelmes és kerek mondat volt, ahogy megszokhattátok tőlem. Na jó, kösz, hogy megnéztétek a videót, és gondolom ez talán az első pályarészt, akkor így zárnám inkább le. Ciao!